A vártnál kevesebben vettek részt a népszavazáson. Ennek ellenére Orbán Viktor magyar miniszterelnök a mai nap folyamán kijelentette, hogy nem is ez a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy több lesz-e a nem szavazat, mint az igen. Szerinte, ha így lesz, érvénytelenség esetén is lesz közjogi következmény a népszavazásnak. Orbán azt is elmondta, hogy abban az esetben, ha az igen válaszok lesznek többségben, lemond miniszterelnöki posztjáról. A néhány perccel ezelőtt véget ért népszavazáson több mint 8 millió 200 ezer polgár adhatta le voksát, közülük azok a kettős állampolgárok is, akik az anyaországon kívül élnek. Azok a szerbiai polgárok is szavazhattak tehát, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal és előzőleg regisztráltak a választói névjegyzékbe. Bódis Gábor újságíró szerint viszont megkérdőjelezhető az, hogy milyen hasznuk lehet a Szerbiában élő kettős állampolgároknak abból, ha a népszavazáson többségben lesznek a nem szavazatok. Szerinte ez csak azt jelenti, hogy a Szerbiában rekedt migránsok továbbra is ott maradnak. Bódis szavai szerint a népszavazás nem eredményez majd nagy változást, csak eltereli a figyelmet a fontos mindennapi gondokról. A problémák közül, a gondok közül a lakosság körében első helyen szerepel a migránsoktól való félelem, a korrupció és a munkanélküliség előtt is. Tehát sikeresnek mondható ilyen szempontból ez a kampány. A Nemzeti Választási Iroda várhatóan este 22-23 óra körül már konkrétabb adatokat is közölni tud majd, hiszen akkor már 90% feletti lesz az adatok feldolgozottsága.